És ebben a percben érkezett a hír, hogy meghalt második Erzsébet brit királynő, a BBC, valamint a Guardian jelentette ezeket a híreket. Kapcsolunk is azonnal Londonba tudósítónkhoz, Kertész Róberthez. Nagyon friss még a hír, ugye rendkívüli kiadásban számol be róla minden hírportál. Róbert, ilyenkor mi történik? Jó estét kívánok a nézőknek, valóban ebben a pillanatban jelentette be a Press Association közszolgálati hírügynökség a Buckingham Palota közleményét ismertetve, hogy életének 97. esztendejében, uralkodásának 71. esztendejében elhunyt második Erzsébet királynő, az Egyesült Királyság uralkodója, aki a nemzetközösség 15 másik országának is államfője volt. Ebben a pillanatban, ettől a pillanattól kezdve fia, a 73 esztendős Károly, az Egyesült Királyság új uralkodója, az új király. Nem tudjuk még pontosan, hogy milyen névvel, milyen uralkodói nevet vesz fel, ezt majd nyilván a következő pár órában meg fogjuk tudni. A lényeg az, hogy amit lehetett sejteni egész nap már, hiszen az udvar egy rendkívüli bejelentést tett kora délután, amely szerint a királynő orvosi felügyelet alatt áll, és állapotát az orvosai aggasztónak tartják. Ebből lehetett már sejteni, hogy nagyon súlyos a helyzet, hiszen az udvar hagyományosan, évtizedekre, évszázadokra visszanyúló hagyománynak megfelelően soha nem tesz közzé érdemi információt a királyi család magasrangú tagjai, köztük az uralkodó egészségi állapotáról, ha csak azt valamilyen rendkívüli fejlemény nem indokolja. Megkaptuk most néhány perccel ezelőtt a választ, indokolt volt ez a közlemény, hiszen elhunyt második Erzsébet királynő, aki édesapja a 6. György király után 1952. február 6-án, vagyis több mint 70 évvel ezelőtt lépett az Egyesült Királyság trónjára. Az angol-brit monarchia évezredes történetében példátlan az ilyen hosszú uralkodás, és példátlan az, hogy egy uralkodó ennyi ideig éljen, ennyi időt tudjon eltölteni a trónon. Most elkezdődik egy gyász időszak, amely várhatóan 10 napig tart. Valószínűleg a jövő hét vége felé vesznek búcsút második Erzsébet királynőtől, akkor várható a temetés. Megvan a menetrendje, tehát ez köztudat, ebben nincs semmi titok annak, hogy mi a teendő, mi a protokoll az uralkodó halála esetén. Valószínű, hogy a jövő hét végén lesz a temetés, fel fogják ravatalozni második Erzsébet királynőt, és hát valószínűleg nagyon sok külföldi állam és kormányfő érkezik majd Londonba, hogy lerója tiszteletét a néhai uralkodó előtt. Robert, ugye a mai nap az események tulajdonképpen azzal kezdődtek, hogy a Buckingham Palota kiadott egy nagyon szűkszavú és nagyon rövid közleményt, ez dél körül volt, fél egy körül. Mi történt ma, mik a nap eseményei? Ahogy említettem, ez egy jelzés volt, hogy hát sajnos várható ez a második bejelentés, amely most el is hangzott, és hát a nap folyamán a brit politikai élet vezetői, köztük Liz Truss miniszterelnök, akit második Erzsébet királynő alig 2 nappal ezelőtt nevezett ki a kormányfői tisztségre, valamint az ellenzék vezetője Sir Keir Starmer, a munkáspárt első embere, vallási méltóságuk, mind-mind sorra adtak ki nyilatkozatokat arról, hogy aggasztja őket második Erzsébet királynő állapota, mindannyian közölték, hogy a legjobbakat kívánják az uralkodónak. Hát nyilvánvaló, hogy ez csak egy formalitás volt, hiszen lehetett tudni, hogy milyen bejelentés várható másodszor. Ennek tényleg már csak az időpontja volt kérdéses. A külföldi vezetők is egymás után adtak nyilatkozatokat arról, hogy aggódva figyelik a Londonból érkező híreket, különösen annak a 15 országnak az állam és kormányfője, amelyeknek második Erzsébet volt az államfője egészen a ma estig, halálának bejelentéséig. Ezek közé tartozik például Kanada, Ausztrália, Új-Zéland,
ezek az országok a jó részt egykori brit gyarmatokból alakult nemzetközösség tagjai. Ez egy 56 országot számláló tömörülés, köztük 15-nek, ahogy említettem, az Egyesült Királyságon kívül a mindenkori brit uralkodó, az államfője. A brit kormány most hivatalosan is értesíti ennek a 15 országnak a kormányait a szomorú fejleményről, és arról, hogy Károly, az eddigi trónörökös, ezeknek az országoknak az uralkodója. Természetesen ezeknek az országoknak módjukban áll úgy dönteni különféle alkotmányos procedúrák után, hogy le akarnak válni az Egyesült Királyságról, a monarchiáról. Van néhány ország, amely az utóbbi években, évtizedekben ezt meg is tette, de jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a legnagyobb nemzetközösségi országok ilyesmire készülnének. Most egyelőre a gyász ideje jön el, a következő 10 napban, 2 hétben ez fogja rányomni a bélyegét majd az egész világra. Kertész Robertnek nagyon szépen köszönjük.